Abói Radányi Rebeka lett az idei legszebb Baranya megyei hölgy. A hétvégén kerülhetett a fejre a korona a megyeszépen választás záró rendezvényén. Több mint 1 millió forint értékű díj került kiosztásra a lányok között, akik még a településeiket is gazdagítják a Lafarge Cement Magyarország Kft. Jóvoltából. 14-en jutottak a Baranya megye szépe választás döntőjébe. A program sorozat még júniusban vette kezdetét. Október 18-án azonban lezárult a megmérettetés. Te mivel foglalkozol, amikor nem itt vagy? Én tanuló vagyok, Pécsre járok egyetemre, közgazdaságtudományi karra. Beleznai Endre készítette a bemutatkozó interjúkat a hölgyekkel, fogós kérdések tömkelegét zúdította a résztvevőkre. Mi a versenyzőktől megtudtuk, hogy egy-egy ilyen verseny komoly felkészülést igényel. Igyekeztem kicsit diétázni, bár becsúszott pár csoki, és edzettem mellette sokat. Először is futással, másrészt pedig hát sok-sok csokival, igen, és hát inkább a biztatásokkal. A versenyző szépségek a fináléban komoly kihívást okoztak a 18 főből álló zsűrinek. Nagyon nagy szerencsé, hogy 18 tagú zsűrit hoztunk össze, és kértünk föl, és elfogadták a zsűrizést, mert nagyon megoszlottak a vélemények, de mégis mindenki azon mosolygott, hogy milyen érdekes, hogy tulajdonképpen kijött egy olyan eredmény, amire azért a többség úgy az első pillanatban gondolt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nehéz dolga volt, és főleg arra panaszkodtak, hogy nagyon gyorsan eltűntek a lányok a színpadról, mire lepontoztak volna, már nem voltak ott, tehát ez is kell egy kis rutin. Az idei megyeszépe választást a bói Radányi Rebeka nyerte.